február 11-ig kell elfogadniuk a települési önkormányzatoknak a 2012 évi költségvetést. Sátorai Alja Város képviselőtestülete február 10-én tartja ülését, melyet megelőzően valamennyi bizottság tárgyalta a költségvetést, így az Oktatási, Közművelődési, Civil, Ifjúsági és Sportügyi Bizottság is. Figyelembe véve, hogy, ugye, hogy a megyei intézmények már a kormányhivatalhoz kerültek, az oktatási intézmények pedig úgy néz ki, hogy 2013. január 1 oda fognak kerülni, tehát úgy gondoljuk, hogy ez az év, ez még így fog lemenni ezzel a költségvetéssel már az oktatás területén, és akkor a következő évben pedig már államilag finanszírozott intézmények lesznek. A költségvetés tartalmaz egy összeget a sportra 6 millió forintot, az ennek örülök nagyon, hogy legalább valamennyi jut a sportra ismét. Ezen összeget a Sátoralja Újhelyi Tornaklub működésének támogatására fordítja az önkormányzat. Az stk van elkülönítve, és úgy használható, hát ugye folynak a szakosztályokban a munka folyik, úgyhogy vagy befejeztük volna és megszüntettük volna az stk vagy pedig valamennyi pénzt el kell különíteni neki. Előreláthatóan idén is magas összeget kell lesz fordítani új Újhelyi Önkormányzatának az oktatás finanszírozására megint úgy vagyunk, ahogy eddig is voltunk, hogy a dologi kiadás 35, a többi a bérkiadás, és ez jelentősen megfogja az költségvetését az önkormányzatnak fogni, tehát itt 100 milliókról vannak, van szó. A korábbi években Sátoralja új helyi önkormányzata pályázat útján támogatásban tudta részesíteni a városban működő civil és sportszervezeteket. Szőnyi István elmondása alapján erre idén nem lesz lehetősége az önkormányzatnak forrás miatt.